ez azért nem egy életpályamodell, ezt én bátran kimerném mondani. Szerintem nincs olyan, hogy színész életpályamodell Magyarországon. Én ezt nem tudnám, tehát erről bárkivel nagyon szívesen nyitnék erről vitát. De érdekel, hogy ezt hogy gondolod pontosan? Hát hány ember tud felvenni évente egy színházi társulat? Hát hogyha nincsen nagy tragédiát nem történnek, akkor szinte nullát. Nem tudom, hogy még ma is az-e egy vidéki színésznek mondjuk, hogy mondjam, az életkilátása, hogy vagy alkoholista lesz a büfében, vagy jó esetben még valami kis háztáit is tud mellette csinálni, és akkor azzal kiegészítve forgászni tud elmenni néha hétvégent, amikor nincs előadása. Azt keresem, hogy amit csinálok, az sikeres legyen. És azt olyan emberekhez vigyem el, akik megfizetik azt a drága jegyet, amit megvesznek érte. Ezek szerint, hogyha valaki biznisz oldalról lép bele ebbe a szakmába, akkor ez tud hasznot generáló eredményes tevékenység lenni. Tud. A három igazság mai vendége Németh Kristóf, üdvözlünk szeretettel. Hello. Sziasztok, hello, hoztam egy kis virágot, virágot a virágnak, tessék parancsolni. A rózsabisztró emlékére. A rózsabisztró emlékére. És kertészgépes Jackie-ben. Vagy a kertész hozta a rózsát, még aztán. Ez szomszédok és a kertészgéza közötti korszakot idézi. Köszönöm, Kristóf. Mert 25 évvel ezelőtt indult el a Barátok közt, akkor volt az első adása. Most, hogy beszélgetünk, ez a hetekben aktuális pontosan. Jó, de ne kapjatok már bele, mondd el a szabályokat. Jó, igen, mert vannak ezek a borítékok, ebben vannak azok a témakörök, amiket mindenképpen el, Banda teljesen igen, hát készen mikor van. Kaptam rúzsát? Csoportos rúzsa. Hogy milyen sorrendben haladjunk kész. Igen, jó? Vízben rakjuk? De ezt most egyébként velünk alapjaiban kiszúrtál, mert innentől kezdve ez majd követelmény lesz. A következő beszélgetéshez virágot kell hozni Bandának. Én a gyerekeimnek is ezt tanítom. Hát ez jó. A fiúknak pedig csokit. Mondom. Színházi meghívást hoztam. Nektek. Az is jó. Az igen. A büfében van csoki? Hogyne volna, hogyne. Jár hozzá. Ja, de már elmondtam közben. Már elmondtam? Igen. 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 Három boríték, ezekben vannak azok a témakörök, és te döntheted el, hogy hogyan haladjunk. És 7 percig válaszolj rá. Okay. És itt van a te igazságod, de az majd a végén jön. Okay. Okay. Melyik szín? Piros. Piros. Laci, no. Te kezded. Mi az igazság? Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy profi sportlövőnek? Kötélidegrendszer, csigavér, nyugalom és ambíció. Szerintem ezekkel. Te ennek készültél? Én ennek készültem, így van, így van, így van. És nem tudom, hogy melyik lehetett az a tulajdonságom, ami miatt azt mondták, ami miatt én ezt abba hagytam tulajdonképpen. Tehát ez úgy volt, onnan indul a történet, hogy egészen kisgyerekkoromban nagy rajongója voltam a western filmeknek. Ugye az én gyerekkoromban ezek a Gojko Mitics és egyéb NDK-s jugoszláv western filmek, ezek ugye a hőskorukat élték nálunk. És apukámmal nagy rajongói voltunk, jártunk mindig mozikba, és nekem teljesen lenyűgöztek a Coltok és a Winchesterek, amiket ott lehetett látni, ilyen gyönyörű fegyvereket. És ugye ezek a spagetti westernekhez hasonlóan nagyon kevés erőszakot tartalmaztak ezek a filmek, viszont megmutatták, mondom, a fegyverek szépségét, és engem ez lenyűgözött kisgyerekként. Úgyhogy ezért az volt a vágyam, hogy én lövész szeretnék lenni, és akkor ez már évek óta mondtam, és utána néztek a szüleim, hogy akkor egyetlen egy legális módja volt ennek, meg mi az, hogy lövész valaki. És mondtam, hogy vadászat nem érdekel meg semmi, meg a katonaság, meg igen, ezt akartam kérdezni, hogy ilyen sörös dobozokat akartál lőni, igen, vagy szóval, vagy konzervdobozokat? Igen, sportlövész szerettem volna lenni. Láttam ilyet, hogy ilyen van, láttam ilyen közvetítést, olimpiait, vagy valami hasonlót. Egyébként jók is voltunk akkor nagyon sportlövészetben. És nagyon imponált nekem. Megmondom a fegyverek szépséget. Tehát valamiért ez kisfiúként ez engem. Megint közbe kell vágnom, csak mert erről tegnap még beszéltünk is, amikor készültünk, hogy ezt olvastam, igen, hogy a fegyverek szépsége, de ezt hogy érted? Tehát, hogy esztétikailag az egy szép tárgy. Igen, mint egy technikai eszköz, mint így van pontosan a fém megmunkáltsága, a hideg acélnak a tehát ez lehetett volna mondjuk egy varrógép is, hogyha éppen egy olyan filmet nézel, és szép... készültem volna valószínűleg, akkor lehet, hogy azok tetszenének, akkor varrógép. Jó, nem csak azért, mert ugye, mert a fegyverhez az ember mindig társítja az erő
erőszakot is, ugye? Hát első hallod, az autóhoz meg azt, hogy nem normálisan vezetsz, de ugye az autónál is miért, meg az miért a különbség. Olyan érdekes, hogy pont az autót hoztak. Amióta virágot kapott azóta. És nincs közöttük egyébként az észrevett, de ez annyira édes. Mindegy, neked majd elmesem az egészet előről. Csak azt akartam mondani, hogy nagyon messzire kezdve a történetet. Szóval a Magyar Honvédelmi Szövetség központi lövészklubja az hozzánk közel, Marcibányi tér Budapest, és hogy ott 10 éves kor az alsó korhatár, amikor el lehet menni sportlövésznek. És én ahogy betöltöttem a 10-et, nekem ez volt a születésnapi ajándékom, hogy elvittek az első lövész edzésemre, és ott engem ez legalább annyira megkapó volt valamitől, nem tudom megmagyarázni, mitől ez a közeg számomra. Azért ott komoly sportemberekkel találkoztam össze, öttusázók is nyilván ott edzettek. Tehát nagyon egy fantasztikus dolog 10 éves gyerekként bekerülni az ifi sportolók, a felnőtt sportolók, az olimpikonok világába, hogy ott, hát ez csodálatos volt. És ott én aztán sportlövész lettem, először gyermek, aztán serdülő, aztán ifi, és amikor 14 éves voltam, akkor megkaptam 13 életem első film főszerepét, az is véletlenek sora, hogyha hiszünk a véletlenekben, okán, és el kellett dönteni, hogy a következő országos bajnokra való készülés lesz a következő 4-5 hónap az életemben, vagy pedig ennek a filmnek a forgatása. És ez egy vagylagos döntés volt. És én akkor döntöttem úgy, hogy akkor én elkezdenék ezzel a színészesdivel foglalkozni. És akkor be kell fejezni azt, ami nekem addig az életem volt. Mert a kettő időben már nem. Időben nem. És azzal kezdtem az egészet, nem tudom, melyik tulajdonságnak lehetek mégis, vagy lehettem mégis hiány ezekből, amit az alapkérdésed volt. Mert hogy azért tudtam ezt a döntést meghozni, mert nagyon jó eredményeim voltak, 3-szoros országos bajnok voltam akkorra már, ebből 2-szer egyéniben, 1-szer csapatban, és az utolsó években nem egyre jobb eredményeket hoztam, hanem stagnált vagy romlott. És én hittem az edzőmnek, mindennél jobban ezekben a dolgokban, a mesteremnek, aki azt mondta, hogy nagy tehetség vagy, de világklasszis nem lesz belőled. Miért? Mert ő 100 000 gyereket edzett. Oké, és azóta se érdekel, hogy ezekből az általad felsorolt tulajdonságokból. Azt mondta, hogy egyszerűen az a fajta tehetség, ami ahhoz kell. Tehát nem a kitartással, nem a szorgalommal volt a baj, hanem az a tehetség, ami ahhoz kell, hogy az ember a világ legjobb sportlövész top 3-ba bekerülhessen, amit ő valószínűleg, én elhiszem, hogy ő tudhatja, hogy mi lehet ez a titok. De várjál, te a mai napig nem tudod, hogy mi ez a titok? Hogy nem. Mi az a tehetség? Persze, mi persze, az a... Hát hiszen ilyen vagyok. Aha. Kell egy nyugodt faszi, az megvan 10x évesen, ne remegjen a keze. Idegrendszer. Most mondok neked valamit, a fiam, aki most a legnagyobb fiam, a fiam, Lóci. Hát most Lóci fiam, ez első szülött. Tehát Lóci fiam most 16 éves lesz, ő golfversenyző, junior válogatott, nagyon látom benne az én ekkori életemet, azt, amiket ő most megél, átél. És a golf olyan szempontból nagyon hasonlít a sportlövészethez, hogy ugyanazt meg kell tudni csinálni 1 milliószor ugyanúgy tökéletesen. Ez a tehetség. Micsoda, álhatatosság is kell hozzá. És hogyha nem tudod 1 millióból 1 milliószor, csak 999.998-szor, akkor te lecsúsztál a top 3-ból. Itt dől el, ezen a picin dől el, hogy te 760. vagy a tabellán. Ezért szoktam egyébként azt mondani, én így magunk között szólva, hogy amikor mondjuk olimpiát nézek, és valaki egy magyar sportoló mondjuk 7. lesz, én azt olyan csodálattal tudom nézni, hogy a világon abban a pillanatban ő a 7. Hát abból hát a hogy és mindannyian tudjuk azt, hogy és még ezek mellett is aztán beszélhetünk bármi okosságot, még mindig ott van a mázdi faktor. Uh-huh. Hogy lehet szerencsét, igen, és lehet vagy olyan napja, teked. Vagy bármi. Lehet, még az is lehet. Gyerekek, és azért is idegesítő, amikor azt mondják, hogy ó, csak a 8. lett, mondjuk. Hát hogy? Hát a fenébe. Várjál, valamelyik nap az Instagram dobta föl egy gyorskorcsolya, hogy most ez olimpiai döntő volt, vagy világbajnoki döntő, én most ezt nem tudom, de valamelyik a kettő közül. Ugye 4-en korcsolyáznak körbe-körbe a pályán, 3-an a 4-et rommá verték, de rommá. És az utolsó körbe
a három valahogy egymást kiütve, mint a tekébe, kiesett, és a negyedik befutott. Így befutott. Na, aki a legjobban meg volt lepődve, hogy kedvenc videóm, egymás után. Nagyon, ez a mázli faktor. Szeretnék egy ilyen befutó lenni, egyszer érted, aki magam meglepődve, nézd már, milliárdos lettem, jaj, de jó, itt az örök élet, jaj, de jó. Nem ez a típus vagy, nekem ez mondott el mindent róla, tehát, hogy hallgattál az edzőre, aki pontosan tudta, hogy Németh Kristóf a top 3-ban akar lenni, világszinten, és akkor te döntöttél inkább színművészet. Azt a kérdést is megkaptam már baráti körben, hogy de miért hitted el? Hát akkor itt van. Akkor pusztán csak ez hiányzott, hogyha te erre azt mondod, hogy nem, én leszek. A fészkes fenét, akkor, hát 13, érted? Hát 13 voltál, hát várjál, 13 éves korodban, majd megmutatják neked a film világát, hát ne rohadjak meg, hogyha nem kezdek el kíváncsi lenni, hát, nem? Na, meg ugye akkor elindul egy csomó új prioritásomba, hát elindul a lányok iránti érdeklődés, elindul valóban a te önálló életednek a ki vagyok én szakasz, a leválás a szülőktől, egy új világba belemenni, és amit mondasz valóban, hát belekerülni egy krémbe. Ez Szántó Erikának volt a Gaudiopolis című filmje, ami Sztélo Gábor evangélikus lelkipásztornak állít emléket, aki a II. Világháború után árva gyerekeket mentett, csodálatos történet egyébként. És hát valóban Huszti Péter mellett, és Presser Gábor tanítja be nekünk a zenét, és énekel itt a gyerekekkel, és leköltözünk a Fehérvárcsurgói kastélyba, hát jó, két hónapra forgatni, és aztán a Balcsira egy hónapra. Szóval, hogy őrlet, és 60 gyerek, és a kortársaim, és csajok, és... Nehéz gyerekkorom volt ez. Nehéz gyerekkorom volt. Melyik a második Menjünk tovább, de aztán majd mondom még, hogy mire, amúgy az én borítékom van, úgyhogy még mielőtt kibontam, csak azt akartam mondani, hogy azon gondolkodtam, hogy mondtad, hogy lehet, hogy pont az hiányzott belőled, hogy egymilliószor tökéletesen megcsinálni ugyanazt a mozdulatot, vagy bármit a sporton belül, de hát a színésznek, mondjuk egy hosszú időkön keresztül zajló előadásban, neki százszor kell egymás után ugyanazt jól megcsinálni. Érdekes, hogy mi nekünk azt tanította a mesterünk, Benedek Miklós, akit jól ismertek, és innét is a mesternek egy nagy üdvözlet, és egy főhajtás. És ő volt az osztályfőnök. Ő volt az osztályfőnök a Színművészeti Egyetemen. És ő például azt mondta, hogy amint valami reprodukció a színpadon, az rossz. Tehát, hogy persze, hát jó, de a kelléket ugyanonnan kell elvenned, meg ugyanoda kell visszatenned. És a szórend is igazad van, és közben mégse. Tehát, hogy miközben ugyanazt csinálod, ugyanazt a szöveget mondod, látszólag 200-szor lejátszod ugyanazt, az tulajdonképpen minden este valahogyan újjá születik, és aztán aminek eleje van, vége is van. És az adás végén annak vége. És legközelebb újra előről újjá megszületik. Tehát, hogy ilyen szempontból már minden előadás más. Ebbe ez a legnehezebb. Minden közönség más, minden kémia más, tehát, hogy a színpadon ez másképpen működik. Tehát minden, ami automatizmus, ami ugye erre, akkor jönnek a manírok, akkor jönnek az nem jó. Na, jó, megértettem. Látod, én laikus. Na, szóval a zöld kérdés következik. Mi az igazság? Te vagy az ellenpélda? Azaz mégsem lehet beleégni egy sorozat szerepbe? Hát ugyanis tudom. Te valójában szerintem magunk között szólva, mert a Tomival beszéltük, hát, 30 nincs olyan topos sorozat Magyarországon, amiben a Németh Kristóf vagy ekkora gyerekként, vagy nem tudom, felnőttként, tehát hogy ne szerepelt volna. Szomszéd, és nem úgy, hogy ő volt az ajtónál, és tartotta, nem. Legviccesebb most egyébként az volt, még a mi kis falunkban is szerepeltem, és ott pedig arra kért fel a kapitány Iván, hogy játsszam el saját magamat, aki lemegy a faluba, és összekeverik, mondják, itt van a Kamarás Iván. Tehát így indult. Óriási gegger indult. Ez meg, tudjátok, micsoda ajándék egyébként. Nézem az amerikai kollégákat, portás kollégákat, amikor magadat beleteszed, amikor gegeket csinálhatsz, és most már tart itt a televíziózás, tart itt a magyar sorozatgyártás, tart itt a magyar film, tart itt a magyar néző, meg az egész... Tart itt Németh Kristóf. Hogy ezek is megtörténhetnek. Tehát, hogy bele lehet-e égni. Hát én mindig azt, tehát az ember, hogyha hosszú távú az élet, meg már így régebben csinálja az ember ezt az egészet, akkor már úgy elszáll ez a fajta félelme. Mert nyilván meddig a szomszédokban szerepeltem, addig biztos voltam benne, hogy ez rám éget, hiszen abban időszakban rám volt égve. Hánytól hány éves korodig? Ez hát ez valójában 12 az indulása. 12 éves Kristófka. 12 évesen a Szomszédok negyedik epizódjában kártyázom együtt Szabó Gyulával és Zente Feri bácsával. Én arra emlékszem arra jelenre. Ez a 12 éves. De akkor még nem a Júl Csipasia voltál. Akkor még nem Júl Csipasia, de ez első feltűnés. Egyébként, ami csak ez
ide kívánkozik, nem meséltem sose, ami úgy lett, hogy akkor még sportlövész voltam, nem volt színészet, semmi, hanem anyukám nagyon szerette volna, hogy ez a szép, drága, ő kisfia világon a legszebb, hogy ez mi nem szerepel a televízióban. És akkor megírta a Nők lapja, hogy indulni fog egy olyan ilyen monster sorozat, hogy Szomszédok is két hetente, tehát olyan gyakorisággal, ami nem ez létezik. Ez szinte naponta. Szinte folyamat csapból is. De Szomszédok fogjuk meg két hetente lesz 30 perc. És akkor, amikor ezt olvasta, akkor írt egy levelet Horváth Ádámnak, hogy Horváth Ádám, igen, Magyar Televízió 1810, posta, és megírta azt, hogy akkor az én kisfiam izé, és elküldte egy fényképet. És azt képzeljétek el, hogy jött egy válasz távirat két hónappal később, hogy megkaptam a kedves levelét, ha bejönne egy válogatásra a fia. És elmentem egy izére, és így a negyedik epizódban eljátszottam egy epizód szerepet. Tehát ez így lett, és aztán évekig nem szerepeltem én sehol sem. Ilyen 14 éves koromban indult, és a főiskoláig, illetve még amikor főiskolás voltam, vagy egyetemista, akkor még volt egy ilyen visszatérés, tehát az olyan 5-6 év volt a Szomszédok. Tehát abban az időszakban, ugye akkor ott az volt a főiskolai felvételi, miért jön ide egy sorozatszínész. Na, aki téged felvételiztetni fog, Kristófkám, ő irigy lesz rád, mert sose lesz annyira ismert színész, aki felvételiztet, mint te vagy most, mondták 17 éves koromban. Megnyertem a Ki mit tudott, második lettem, bocsánat, a Ki mit tudott, mentem a főiskolai felvételire. Mit fognak gondolni ezek a neves művészek, akik ugye a színházi szakma elitjét képviselték akkor a Színművészeti Egyetem felvételi bizottságában, hogy te, aki a televíziónak eladtad a lelkedet, tehát ez már akkor volt 17 évesen. Akkor ugorjunk egy nagyot, ez jött a Barátok köz, kereskedelmi televíziózás indulása. Abba belekerültem 14 év, Kertész Géza, hát persze, hogy rám égett olyan szempontból. Ahogy a kabát is látom. Ahogy a kabát ugye, is elhoztam. Ezek az attribútumaid, ugye? Nem meg valahogy mégsem. Ahogy ment előre az élet, és egyre több sorozat, és egyre újabb szerepek, és egyre másfajták. Inkább az, hogy én mondjuk sorozatokban én fölvállaltan szeretek játszani, és a legkülönbözőbb típusú karaktereket, az mindenképp igaz, és ezt én sose tagadtam. Én mindig azt mondtam, hogy én szeretnék a létező legszélesebb közönség réteghez eljutni azzal, amit csinálok, hogyha az mégiscsak az alapszakmám, tehát hogy színjátszom, hogy szerepeket játszom, akkor az nekem büszkeség és tök jó. Igen, de mondjuk abban a 15 évben, 13 évben, amíg Kertész Géza voltál, addig te azért nem lehettél abban biztos, hogy ez nem ég rád akkor se. Mert oké, hogy a Szomszédok nem éget rád, mert jött a Barátok közt. A főiskola, a kis szünet. Én mindig olyan biztosan tudtam azt, hogy őszintén szóval megmondom neked, ez olyan, mint hogy amikor arról beszélgettünk, szerintem ez még Lóci fiam volt, hogy vannak-e szellemek, vagy nincsenek, és mondtam, hogy egyébként meg Lóci, hagyjuk abba ezt a vitet, szerintem nincsenek, de ha meg vannak, akkor szerintem jobban vagyunk velük. Én jobban vagyok velük, nekem a haverjaim, ha vannak. Én nem nagyon láttam, de mivel hogy nem izélgetnek, tehát hogy ez is úgy vagyok, hogy igaziból nem nagyon érdekelt az, hogy rám ez a rádéga a szerepe szerintem sosem annak a problematikája, aki benne van, hanem aki nincsen benne, és rámondja, hát, hogy te bezzeg, annyira sokat dolgozom, ma jól rád fog égni. Érted? A munka. Hát vagy aki azután már, hogy kies. Hát igen, de azért olyan is van, aki azért panaszkodik erre, vagy mondja ezt, mert mondjuk benne volt egy sorozatban hosszú időn keresztül, majd utána valahogy a szakmában nehezebben ért el sikereket. Ja, hát azt hiszem, az óránál tovább nézzen, az mondjuk az egy fontos alapfeltétel az életnek, szerintem legyen bármi az ember szakmája, tehát ebben igazad van. És mondjuk az ténykérdés, ezt nem tanítják meg a Színművészeti Egyetemen, hogy egy picit sem, és sőt, tovább megyek, talán szinte szó sem esik arról, hogy ez azért nem egy életpályamodell, ezt én bátran kimerném mondani, szerintem nincs olyan, hogy színész életpályamodell Magyarországon. Én ezt nem tudnám, tehát erről bárkivel nagyon szívesen nyitnék erről vitát, mert nem tudom, hogy hova képzünk, tehát hogy ez nem engem ez azért érdekel, hogy ezt hogy gondolod pontosan? Hát úgy gondolom, hogy szerintem a pillanat, most hagyjuk azt, hogy éppen milyen a kulturális helyzet, finanszírozás, TAU, nem TAU, melyik kormányzat, stb. De hogy alapvetően van egy régóta működő rendszer, vidéken van minden nagy városnak egy színháza, annak van egy társulata. Abban foglalkoztatnak az évbér fölötti minimumon egy társulatnyi embert nagyjából. Mindenfajta egyéb fusikkal talán meg lehet úgy élni, hogy két fizetésből éppen, de na mindegy, nagyjából ez az egyik. És nem tudom, hogy még ma is az-e egy vidéki színésznek mondjuk, hogy mondjam, az életkilátása, hogy vagy alkoholista lesz a büfében,
vagy jó esetben még valami kis háztáit is tud mellette csinálni, és akkor azzal kiegészítve horgászni tud elmenni néha hétvégén, amikor nincs előadása. De én nem látom azt, hogy lenne komolyan átgondolt bármifajta élet. A televízió hektikus úgy, ahogy van, szakszervezet nincs, sosem volt. A szinkron szakma egy, ezt beszélhetnénk még napestig, hogy mennyire nem ad semmifajta biztonságos megélhetést a színész társadalomnak, hogy ezt mondjam. Hát igen, miközben kik vannak a színész társadalomban, hány ember tud felvenni évente egy színházi társulat? Hát hogyha nincsen nagy tragédiák nem történnek, akkor szinte nullát, hogyha van X státusza, amire neki fizetése van, bére van, értetek, mit mondok? És aki kijön, és nagyon tehetséges, és nagyon szép, és olyan kell a főiskoláról, abból jó esetben évekig nem kell egy következő. Tehát, hogy én szerintem ez mondom még egyszer, a filmek teljesen hektikus. Amikor én ebben a pályára készültem, akkor egy életpályamodell volt. Akkor még, amikor én 14 éves voltam, akkor még olyan volt, hogy ha valaki nekünk színész ismerősünk volt, az onnan menj nyugdíjba. És egyébként ünnepelt sztárja volt az ország, és tudta azt, hogy a filmgyártás, a tévégyártás, a tévésorozatgyártás. Hát kiszámítható volt. Tudtad azt, hogy ha te jó vagy ebben, lelkiismeretesen csinálod, nem csinálsz űrült nagy baromságokat, nem mondom, nem leszel, nem válsz alkoholistával, megbízhatatlan, stb. A közepesnél jobb tehetségű vagy, akkor jól meg tudsz élni, elismerten ebben az országban. Én ma, hát az, hogy mondjuk mi szakmánknak az elismertsége, hát most ebben nem menjünk bele, én nem akarok keseredni, mert én egy boldog ember vagyok, és én azt keresem, hogy amit csinálok, az sikeres legyen. És ezt olyan emberekhez vigyem el, akik megfizetik azt a drága jegyet, amit megvesznek érte, amiből nekünk még profitunk is van, és ráadásul meg is ünnepelnek. De ezt azért is láthatod ilyen jól, mert ugye azért nem egyszer voltál színházigazgató. Sőt, ahogy olvastam, már szinte gyerek vagy kiskamaszkorodban is foglalkoztatott ez a dolog. Hát 16 évesen kivettem bérbe. Hogy te tiri legyél. Hanem hogy vállalkozó, színházi vállalkozó legyek. Igen. Megfinanszíroztad az első kis előadást. A Karinti Marcitól bérbe vettem a Karinti színházat, és ott csináltam egy 16 évesen az első előadást. De abban volt ilyen pályáztam, ahova lehet Magyarországra is. Tehát akkor az üzleti része érdekelt inkább? Mindegyik része érdekelt. Nem, az, hogy adjuk el azt a terméket, legyen nagyon jó a termék, legyen nagyon jó a színdarab, a szereposztás, abban néha örömmel szerepelek is, hiszen ennyire feltétlenül vagyok önző is ebben a dologban. De egy kicsit Billy félelmedben is, Kristóf, hogy mondod, hogy ingoványos kicsit. Félelmem ez soha, az egész... nem, soha semmifajta félelmem. Akkor úgy kérdezem, hogy a számlán lévő tevékenységek körét ezért is tágítottad, most már stand-up-olni is jársz. Egészen gyerekkoromtól kezdve én azt tanultam meg, hogy több lábon kell állni. És több lábon állni a saját szakmádban is, meg attól függetlenül is. Sőt, eljutottam oda, hogyha én nekem azt mondanák most holnap, hogy soha többet nem csináltam ezt, amit csináltam eddig, akkor se keserednék el, mert akkor más csinálnék ilyen jól. Ó, Krisztó. El is hiszem neked. Hát én mostanra megértettem. Neked a színművészet a hobbi szerelmed. Így van, ahogy mondtad, ez pontosan. És innentől kezdve, ja úgy könnyű nyugodtnak lenni, mert te elmondtad rettentő meggyőzően, hogy ez mitől egy brutál zsákutca. Tehát, ha te abból akarsz megérni, hogy szerepelsz, hogy kész. No way. Én ezt gondolom. Valószínűleg te ezt még késő gyermekkorodban fölmérted. Igen, így van. Ezért aztán soha nem nyomott halálra ennek a tétje. Nekem ma azt mondta valaki, innen, hogy jöttem hozzátok, egy üzleti megbeszélésre jöttem, és azt mondta egy kolléganőm, hogy figyelj, ez a nő, akivel most összevesztél, ez egy borzalmas, ez egy spion, ez el fog téged lehetetleníteni. És mondtam, hogy te figyelj, engem nem lehet ellehetetleníteni, azért, mert senkitől nem függök. Tehát pillanatig abban, amit csinálok, és ez halálfrankón így van, hogy mivel tisztességesen nyugodtan alszom, tudom, hogy a bevallások, a teljesítés igazolások, minden, hogy az is korrekten van, meg az is, hogy mivel hol tartunk. Mit csinál? És, ja igen, Fórumszínháznak hívják azt a színházi vállalkozást, aminek 5 éve vagyok a vezetője, tulajdonosa, igazgatója, akármi. Színházi előadásokat hozunk létre, forgalmazunk, fesztiválokat rendezünk, valósítunk meg, bonyolítunk le. Teljes eszközparkkal mindennel. Tehát ez most már egy komoly vállalkozás. Abszolút. Hát,
30 ezer nézőtnek adtunk egy egyet ebben az esztendőben eddig. Tehát azért az nem kevés. De várjál, Kristóf, akkor ezek szerint, hogyha valaki biznisz oldalról lép bele ebbe a szakmába, akkor ez tud hasznot generáló eredményes tevékenység lenni? Tud. Nálad dolgozó színészek meg tudnak élni ebből? Hát sőt, olyan, hogy meg tudnak élni ebből. Na, ez egy érdekes kérdés. Csak belülünk nem, egyik színészünk sem. Igen. Csak belülünk nem. De egy komoly elem tud lenni a megélhetés. Elem tud lenni. Én nekem az lenne a feltett szándékom. Tehát most tulajdonképpen van bennem egy ilyen ambíció, hogy ez fölépüljön akkorára ez a cég, hogy már egy valóságos saját társulattal lehessen, akik megélnek ebből, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen ez az én biztos megélhetésem, veletek tervezek, egy mindenkiért, mindenki egyet. Én ebből a fajta színház csinálásból jövök, most ezt hagyjuk, hogy hogyan működik az állami, vagy a normál színházi közegben lévő színházi társulatoknál, nem véletlen nem tartozom színházi társulathoz sem nagyon régóta. Az egy más kérdés, hogy az nem a saját döntésem volt. Nagyon sok témát hagyunk félbe közben persze, de mert 2011-ben, amikor megszűnt a Budapesti Kamara Színház, akkor én magamtól sose döntöttem volna úgy, hogy én akkor még azt gondoltam, hogy én majd innen megyek nyugdíjba, vagy egy másikból. Akkor még 2011-ben még ott tartott ez a világ. Teljesen átalakult. Standard, tudom, ezt hagytuk félbe. Hogy az például úgy jött, hogy a pandémiában tanultam én meg azt, hogy annak meg aztán végérvényesen vége, ami nekem mindig működött, hogy 10 év múlva mit szeretnék, 20 év múlva mit szeretnék, 5 év múlva mit szeretnék, holnap után mit szeretnék. Uh-huh. Ez ilyen világ lett, és ilyen világ van szerintem ma is. Tehát nekem megvan, tehát én most a jövő nyarunkat rakom nagyjából össze, meg a jövő őszünket, már napra pontosan, üzletileg is, meg színházilag is. De hogy ebben holnap után improvizálhatunk, mert semmi nem biztos, ha télen hogy lesz az energia, tudunk-e mi bármit a terveimből, meg tud-e valósulni, vagy 180 fokot kell fordulnunk, és irányt váltani, és teljesen más csinálni, azt nem tudhatjuk. Oké, hát ez nem egy színész logikája, ez egy vállalkozó logikája, és a vállalkozó állandó balanszírozása, az egyensúlyra való törekvés. És közben hobbiból játszik stand-up-ol, és nem tudom. Uh-huh. Ki a harmadik? Vandáé. Én maradtam. Hálád meg a virágodat. Hálád meg a virágodat azért hozta, hogy aranyosat kérdezt. Annyira hálás vagyok érte, úgyhogy fel is teszek egy nagyon szép és családias kérdést. Mi az igazság, Kristóf? Milyen három gyermekes apuka vagy te? De ez jó kérdés. Ez is nagyon jó kérdés. Mi az igazság? Hát idődeficitesnek érzem magamat, de nem érzelemdeficitesnek, az feltétlenül fontos. Tehát valami olyan világcsodája egyre több gyerekes apukának lenni, hogy az valami, tehát az semmihez nem foghatóan csodálatos. Tehát, hogy ez kétség nem fél. Hogy vannak évekorban? Úgy van, Lóci 16 a legidősebb, és akkor ugye ő az első feleségemtől, Nikitől született nagyfiam, és akkor Zita a feleségem, vele pedig van két közös gyermekünk. A kisebbik Levente, a középső Levente, ő 4 éves lesz most, és akkor Olivér pedig most született 2-3 hónappal ezelőtt. Most már 3 mi lesz. Tehát 3 krapek. 3 csávó. Ja. Hazaérsz fürdetésre néha, amikor nem játszol. Csoda, hogy az. Hazaérsz fürdetésre, Orosz Gyurival járod. Hát persze, nagyon, nagyon szeretem is, szeretnék többet. Levivel nagyon, mert Levivel ugye a fürdés az játékosság, meg minden, hát Olival az picit még más, meg ez egy, hát picike, meg ugye ez egy gyorsabb folyamat. Levivel azért ez tud lenni egy órás játék is, hát ugye én imádok Vekerdit olvasni, és ugye amikor azt mondja, hogy az nem hiába mondjuk neki, hogy a szőnyegre ne lépjen rá, mert a gyerek az azt látja, hogy ott van a sárkány a tűzben, és hogy apa a tűzbe lépett bele, és mellette azt ő látja és érzi, hogy hullámoznak a habok. Tehát ugye ő most ebben a tripben van éppen a 4 éves, hogy a teljes fantázia, teljes izé, tehát hihetetlen jó társ mindenhez. Fantasztikus. Van elég türelmet hozzájuk? Feltétlenül, türelmen feltétlenül.
hogy a kamasz, érdekes módon Lóci hozza a legérdekesebb dolgokat, amiben nincs tapasztalatom. Tehát ott olyan dolgok jönnek, amiben még nincs tapasztalatom. A kicsikkel könnyebb, mert azt már végigcsináltuk. Már az 1.0-áson már túl az, vagy rajta. Mert ott volt egy tesztüzem, az oké, okay, az működik. De a válásotok után úgy tudom, hogy te javarészt, az mennyi ideig tartott az a periódus? Hát 7 évig, ameddig Zitával nem találkoztunk. Tehát, 7 évig? Hát 3 év körüli volt Lóci, amikor mi szétmentünk, és onnan 10 éves koráig nagyjából mi azért ketten voltunk, meg édesanyámmal, meg az én barátaimmal, meg az izé, de akkor nekem nem volt egyrészt kapcsolatom, tehát párkapcsolatom fix, vagy a Lóci előtt tudott, vagy párkapcsolatom, és aztán 10 éves korában változott, nagyjából 10 éves korában változott meg, akkor, hát nem akkor ismerkedtünk meg, hanem akkor jöttünk össze, akkor szerelmesedtünk egymásba az én feleségem. Egy 16 éves fiatalembernél ezt nem is kérdezem meg, mert van egy 17, meg egy 14 is a birtokomban, két fiatalember. Gratulálok. És azt ugye nem kérdezi meg az ember, hogy speciálissá tette a kapcsolatotokat az a 7 év. Mennyire? Mert gondolom speciálissá az a különbség, hogy ilyenkor azért a leválási fázisban ez egy kicsit pattintós, tehát. Persze, hát hogyne. Hát ennek azért ennek zongorázni tudnám ezeket a történeteket tényleg hosszasan, hogy mennyi csodán vagyunk túl, és most mennyire, igen, azt érzem, hogy itt néha lesem, hogy a kabátját látom valahol. Tehát, hogy nekem a legnagyobb élmény, hogyha van olyan reggel, amikor megengedik, hogy elvigyem őket iskolába. Csodálatos. Mert akkor az autóba, tehát az apataxi nevű izében, abban lehet azt csinálni, hogy akkor például valamelyik nap, neked nem is meséltem, például szóba is álltak velem. De. Valamit kérdeztem, és válaszoltam. Még nem köszöntek, de... Ez majd jönni fog, persze. Szóval ezt ismerem. De ha az ember ezt megfelelő maró öngunnyal... Csak úgy szabad, Ha lelkemre veszem, akkor ízé szejpukut követek el. Persze, nem. Mert el kell könyvelni, te egy nagy darab kutyakaki vagy. Így van. De egyébként aztán hirtelen egy pillanat alatt valahogy beugrik nekik, hogy ezt a faszit már láttam igen, valahol. És akkor ilyen esetlenül megölel valamit. Igen, vételen kedves gesztus következik igen. Utána. Igen, hogyne. Igen, hát és akkor viszont elad, tehát apuka az így összecsúszik, persze. Hát ezt mondják a körülöttem lévő nők is mindig, hogy azért van, mert hogy egy pillanat alatt... mint a vaj úgy lehet kenyérre kenni gyakorlatilag, tényleg egy gesztussal. Apa, eszembe jutott az, amikor 5 éves korunk. Jaj, emlékszel a Lócika, és akkor minden meg van bocsátva. Van még egy plusz eleme, a házi orvosotok. Igen, hogy a mi házi orvosunk tényleg az egész családnak, ugye az én volt feleségem, aki doktornő lett. Tehát hogy ez talán mutatja a viszonyból valamit, hogy tényleg nagyon jó viszonyba keveredtünk. Hát azt sokat viccelődtünk ezzel, hogy ha már a vázasságunk nem sikerült, akkor legalább a válásunk sikerüljön, és az tényleg jól sikerült. Hiba nem volt benne. Rengeteget tanulok ma. De az is igaz, hogy vigyázz a gyermekeidre az új házasságban? Volt ilyen, amikor mi el tudjunk menni golfozni, és kicsi volt Levik, akkor ő vigyázott Levire. Az első feleséget. Ezt a másodikkal mi kimentünk sportolni, és sokan nem értették, sokan azt mondták, hogy kamuzunk, sokan, hogy bulvárhírt akarunk generálni abból, hogy nem csak elmeséljük azt, hogy így is lehet. Hát, bocsánatot kérek, hát van adott esetben nehézség, és szétmegy két ember. Volt ilyen, van ilyen, lesz ilyen. De hát rögtön ott van, ugye, hogy gyerek vagy gyerekek. Persze. De tovább megyek. Képzeld el, hogy a Benedek Miklósra, akivel azért voltunk, egy picit olyan atyai jó baráti viszonyban, hogy azért gyakran előfordult az, hogy az egyetemi órák után az éjszakában már megint összefutottunk mondjuk a Piávban, vagy a Tilos az Ában, vagy valahol, vagy a Nincs Pardonban Budapest akkori művész szórakozó helyeinek egyikén, és világmegváltó beszélgetések mentek. És például azt is én tőle tanultam, hogy egyszer panaszkodtam valami csajra. És akkor azt mondta, hogy ne haragudj, nem szimpatikus azt hallgatni, hogy te így beszélsz valakiről, aki valaha neked a legfontosabb volt, vagy a szerelmed volt.
És akkor azt mondta, hogy az nem szimpatikus. Benedektől, amikor azt mondja, hogy ez nem szimpatikus, hogyha. Annak ereje van. Szóval, hogy... Igen, igen, mert csak ez, hogy ez szóba hogy... került, szerintem ez nagyon fontos dolog, hogy így is lehet. De amúgy hogy lehet így? Tehát, hogy össze tudod foglalni? Most oké, nem pontokba, de néhány mondatban? Ebben is egészen biztos, hogy van a szerencsefaktor, mert lehetne, hogyha, ha én nem ilyen volnék, ha ő nem olyan, hogyha akkor nem úgy. Nyilván nem az első perctől kezdve volt ez így. Tehát nyilván, amikor elváltunk, akkor azért nyilván volt a puskaporos hangulatú időszakok. Ez ténykérdés. Igen, igen, az egy válás, így van. És aztán... Aztán azt hiszem, és itt van a kutyaelás, hogy mind a ketten abban a tekintetben, abban a nagyon kevésben, amivel mégiscsak hasonlítunk egymásra, vagy volt feleségem, vagy mi közös bennünk, az például az, hogy mind a ketten egy nagyon komoly önvizsgálatot kezdtünk el végezni. Ki később, ki korábban? Én később. Tehát ezt azért mondom így. Én jóval később kezdtem el azzal szembesülni, hogy tán ideje volna elgondolkodni azon, hogy te ebbe te mit basztál el. Hát bocsánat, minden házasság, ami tönkre megy, az két ember együttes, tökéletes harmóniában, elnézett szívós munkájának kitűnő eredménye. Igen, de ahhoz, hogy így lehessen, azért azt gondolom, hogy és nem tudom, hogy azzal egyetértetek-e, de ahhoz, hogy így lehessen mondjuk egy válás után együtt lenni, ahogy szerintem egyébként kéne és érdemes, azért az leginkább értelem kérdése, nem? Szerintem is egyébként. Olyan, mint az orrnál továbblátás esete. Tehát, hogy az élet sok szituációjában én szerintem kifejezetten segít az, hogyha az ember abban a szerencsés helyzetben van, hogy a szüleitől olyan munícióval jön, hogy igen, hogy ott vannak ilyen intellektuális alapok, meg hogy van arra igény, leginkább az igényt mondanám arra, hogy te folyamatosan fejlődj, tanulj, up-to-date legyél, stb. Tehát nem az igény a fontos. Ez a ne halat adjál, hanem horgászbotot. De meg ezt hívják értelmiségi létnek szerintem. Igen, azt hiszem, igen. A tanulás mindenkori kényszeres vágya, mert ez egy kényszer. Abszolút. Tehát, az addíció. Én emlékszem, hogy Isten nyugtassa az édesanyám, az mit tudom én, 70-es éveinek elején ismét a 428. dolgot kezdte el tanulni. Hogyne, és akkor eszembe nem jutott megkérdezni tőle, hogy de miért kell neked ez? Mert kellett. Hát apukám, figyelj, apukám 84 éves volt, amikor azt mondta, hogy most már eléggé vágom ezt a basic-et, tulajdonképpen meg kell nézni, mit csinálnak ezek a Microsoftnál a programozási nyelv tekintetében. Köszi. És akkor még írt néhány. De te annak idején nagyon késői gyereknek számítottál. Ma annak már talán nem annyira extrém, nem? Hogy a 50 hány éves volt édesapád? 55. Hát akkor azért még ma is. Há, igen. De már az nem annyira, mint mondjuk igen, akkor. Igen, akkoriban mindenképpen extrém volt a helyzet. 55 éves volt apukám, és akkor ennek meg az a története, hogy, és hát ugye 27 év van közöttük ugye apukám javára, tehát ő egy hát van akkor meg aztán kifejezetten csitrivel jött össze, tehát a középkorú csávó, ugye a fiatal, szép, gyönyörű leánya, hát szóval minden szempontból nem semmi lehetett az 70-es években, amit neki ki kellett állniuk. Mondjuk, ha csak abból indulok ki, azt a sztorit, azt tudom, hogy még nagymamám, tehát anyukám anyukája is úgy volt ezzel, pedig saját lányáról volt szó, vagy talán pont ezért, amikor kiderült az, hogy az apukám udvarol neki, akkor azt mondta, hogy az utcába sem jöhet be ez az ember. Nem a kettőkba. Akkor amiatt? Utcába se, hogyha ezt meghallja akkor. Aztán később nagyon jóba lettek, az egy más kérdés már. Tehát igen, én késő gyermek vagyok, ez abból fakad, hogy apukámnak ez a harmadik házasság volt. Milyen érdekes ez is. Én sokáig például onnan jött a minta, hogy én nem fogok elválni, mert ugye én láttam, hogy az én anyukám, itt a minta, anyukám és apukám egy életet éltek le egymással boldogan, anyukám még él, hála Istennek, de boldog, csodálatos, hűséges, ahogy ez a nagykönyvben meg van írva. Felnőtt koromban döbbentem rá, hogy igen, csak ez a tökéletes boldogságos házasság, az apukámnak a harmadik volt, anyukámnak meg a második, az öt házasság, amiből egy bejött. Csak én pont ezt éltem meg, tehát nekem ez volt a minta, és azt hittem, hogy ez úgy van, mint apukáméknál. Anyukámnak, hogy ők összejöttek is, hát ők igen, csak előtte mind a kettőnek volt egy milyen érdekes dolog ez például. A próbaperiódus. Úgyhogy éppen ezért például az egy különlegesség volt bizonyosan, hogy apukám 55 éves korában, amikor megszülettem én,
ő már fölépítette a karrierjét, nem akarta bizonygatni senkinek, se magának, se a csajoknak, se a feleségének, se senkinek, hogy ő kicsoda, hogy ő mihez ért, hogy ő mi. Fel volt építve egy egzisztenciája. Hát az a korban, az a középegzisztencia, amiben tisztességgel tehát már be lehetett fizetni. Amikor megkaptad a Dacia-t, akkor már befizethettél a következőre, tehát ez a szint. És néha mi a butikba is el lehetett menni anyukámnak, tehát nagyjából igen, ez abban az időben én egy vén Krampusz vagyok hozzád képest, az nem középegzisztencia volt, hanem az volt az egzisztencia. Az elit. Az elit. Tulajdonképpen már majd van. Fogalmazzunk ki. Hát még nem az új gazdag, de nem a közép. De aki, amikor elhozta a Dacia-t a Merkurtól Csepelen, és berongyolta a következőt, ami 6 év múlva megugrik. Így, pontosan így van. Na jó, van, nézzük a te igazságodat, te Kristó. Hát... Ide futott ki a beszélgetés. Szerinted véletlen? Igen. Apám mondta. Ja, hát én nem tudtam, hogy ezt írtad. Hát én tudtam. Na, ja, jó. Elég az. De oké, rendben. Igen, benned ő már a maga kora okán való higgadtságával akkor mély nyomokat hagyott. Hát és... a legmélyebbeken. Tehát, és... hogy olyan mélyeket, amiket még a gyerekeim sem tudtak felülírni, akik a legfontosabbak, és mindennél többet jelentenek, és a gyerekeim, hanem azonos szinten vannak, ezt akarnám csak mondani, vagy kihozni az egészből. És hát apukám előnyben van, mert ővel ez sokkal többet töltöttem el ezen a szinten. Tehát, hogy én ezt valahogy így értékelem. Igen, hát ő nekem a mindenem volt, és aztán nem is tudom, hogy mikor jutottam el oda, hogy rájöttem, hogy tulajdonképp... hosszú témát lehetne ezzel megnyitni, de hogy én úgy élem meg, és tényleg az az én ilyen megélésem, hogy lényegét tekintve ő itt van, vagy hogy én vele tudok folyamatosan kommunikálni. Hogy persze fizikai értelemben nem, meg nem gondolom azt, hogy szellemként a hűvös elment és rám tette a kezét, de hogy... De ő mondta. Hogy ez a, de hogy igen, de hogy ez az agynak a különös játék, hogy az ember érzelmi világának a megfejtése, hogy ki tudja mi, de hogy én komplett beszélgetéseket le tudok vele folytatni, mély beszélgetéseket, probléma megoldó beszélgetéseket. Nyilván tudom, mit mondana, nyilván. Tehát, hogy és ugye erre mondják azt szakemberek, hogy tulajdonképpen 10 éves koráig lehet a gyereket nevelni, ami utána történik, az már egész más, amit addig sikerült átadni. És ebből arra következtetek, hogy valószínűleg apukám 10 éves koromig olyan mérhetetlenül erős viszonyt alakított ki velem, és annyi mindent láttam én tőle, és annyi intellektuális muníciót szedtem föl, hogy az bőven elég egy életre, sőt több életre, mert hogy át tudom adni a gyerekeimnek. És amikor én megtanítom most Leventének, a 4 évesnek, amit már Lócinak megtanítottam, hogy mi ez a Mici Mackó vízipóló, ami az, hogy egy patakban, amikor beledobsz 2 tobozt, akkor melyik ér le előbb? És akkor, hogy ezt ketten játszatok, akkor ez a verseny. És ezt ő tanította nekem annak idején. És hogyha ezt én megtanítom a gyerekeimnek, és velük ezt játszom, akkor ott van velünk. Mm. Tehát, hát így. Hát ez jár neked. Ezt ide fogom tenni. Mert ilyen klassz, Pali. Nagyon hasonló, és szerintem álmocapok ebben állókom, ugye? Mm. Ezek a döntések, amit hogy ő hoz meg egy csomószor, az nyilván az erős jelenlétről tanúskodik. Ugyanezt akkor voltál álma reggeliben, amikor ez a veszteségért, édesapádat, amikor elvesztetted. És szerintem ott összeomlott a stúdió, de már értem. Tehát 20 év távlatából is ennyire fáj. Na, a beszélgetés végére egy dologba biztos vagyok. Laci, van még remény. Mert ha egyszer majd, 30 év múlva valamelyik gyerekem is hasonlóan emlékszik, akkor vissza is fognak köszönni. Jól van. Nagyon jó, hogy itt voltál. Köszönöm. Nagyon-nagyon szerettük, azt hiszem, mindennyien abszolút ezt a beszélgetést. Nagyon. Vanda érdekből a virág. Visszaadtam belőle egy kicsit. Tönkretetted a következő 10 évünket előre. Mindegy is, hagyjad. Ez volt a cél. Köszönjük. 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 Köszönjük.
98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.